Erdélytől a kiállító térig. Ezzel a címmel várták a böszörményieket Takács László művészeti megálló galériájába január 22-én a Magyar Kultúra napján. A program során a magángaléria történetébe, annak mindennapjaiba is bepillanthattak az érdeklődők. Kis Attila polgármester köszöntőjében elmondta, immár 15 évvel ezelőtt indult útjára Takács László kezdeményezése, hogy egy olyan közösségi tér jöhessen létre a városban, ahol az itt élő és alkotó művészek tudnak találkozni. Ez különös örömöt jelent számára városvezetőként, mivel Hajdúböszörmény a festők városa, ahol fontosak a művészeti ágak, legyen az akár a zene, akár pedig a képzőművészet valamely ága. Takács László, a galéria tulajdonosa, ezt követően az elmúlt másfél évtized főbb állomásait idézte fel. Kiemelte, élete egyik értelme ez a galéria, amely vonzásában kialakult egy alkotói és érdeklődő társaság. Az elmúlt időszakban megmutatkozási és kiállítási lehetőséget biztosított például a festők és grafikusok számára a galéria tulajdonos. Emellett pedig alkotói kurzusok és előadások tartására is alkalmassá vált a helyszín, ahol igen sokan megfordultak az elmúlt években. Mint fogalmazott, mosoly és könnyű, ennek jegyében teltek az évek. Számomra az adta a lehetőséget, hogy abba hagytam ezt a vállalkozást, ami itt korábban az asztalos ipari tevékenységet jelentette, és amikor felszabadult ez az 500 négyzetméternyi felület, abban kezdtem el gondolkozni, hogy legyen ez egy olyan társasági központ, ahol összegyűlnek a Böszörményben alkotó, amatőr és hivatásos művészek. Egy ilyen találkozó helye legyen a galéria ennek a társaságnak, és akkor csinálunk egy ilyen rendszeres összejövetelt ebből, tapasztalatcserékkel és gondolatátadással. Ez a galéria azóta már tulajdonképp eltelt másfél évtized. Rengeteg dolog történt itt a galériában. Milyen időpillanatokat emelnek ki, Laci bácsi? Ha egy új címet kellene most fogalmaznom a galéria életéről, akkor valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy 15 év mosollyal és könnyel. Ennek az az értelme, hogy mind a kettő olyan látogatóktól származik, akik a festmény nézegetés közben csöpögtek a könnyek, és akkor rákérdeztem, mi azok ennek, és az illető úgy válaszolt, hogy az gyermekkorát juttatta eszébe ez a festmény, amit éppen nézegetett. Gyermekkorát jutott eszébe a böszörményi szőlőskertekben töltött gyermekkort, holott ő egy Cákvelemben készült festvényemet nézett, amin a pincesornak egy jellegzetes nádfedeles pincéje volt ábrázolva. Ekkor született a könny a szemében az illető nézegetőnek, és megvásárolta a festményt, amit örömömre kitett az ágya föl, és reggelente minden reggel arra ébredt föl. Ami pedig a mosolyt illeti, az épített környezetnek a bemutatása alkalmával történt az egyik látogatónál. Őnek is a korábbi életéből valamilyen epizódját ennek az életnek juttott eszébe, ami valószínű, hogy kellemes emlék lehetett, mert ezek a mosolyok megjelentek az arcán. Na most, ha ezt a két fogalmat közös nevezőre szeretném hozni, akkor ez voltaképpen azt jelentette számomra, hogy a festménynek van mondani valója, ami számomra egy rendkívül értékes dolog, hogyha egy festmény közli a látogatóval azt, amit szerettem volna megfogalmazni egy vásznon. Laci bácsi, mégis, hogyha így itt ezt az elmúlt 15 esztendőt kellene összegezni, milyen látogatottsága van a galériának? Én azt gondolom, hogy szerte a világból érkeznek vendégek. Ez megint egy tágkört jelöl, hogy milyen látogatottsága volt.
Tehát inkább területi vonatkozásban sorolnám fel, hogy mi történt. Tehát így a helybeliek, a környékbeliek, az óvodától a természetjáró klubokig, nyugdíjas klubokig jöttek megnézni a galéria anyagát. Óvodától iskoláig jártak rendszeresen hozzám tárlatlátogatásra. Viszont örömömre szolgált az, amikor külföldi vendégek jöttek hozzánk, és ezeknek a sora, hogyha világviszonylatban nézem, és ez nagy szó, de voltak éppen azt jelenti, hogy Amerikától Ausztráliáig találkoztam látogatókkal, míg nem Indonézia, India, Reykjavikból is volt látogató, és hát ezek azért elvitték Böszörménynek a hírét, azokkal az általam kimondott dolgokkal, amit Böszörménynek a képét is bemutatták, ha csak szóban is. Mi jellemzi most Takács László világát? Milyen témák, milyen mondani valókat szeretne még megfogalmazni? Én szerettem, illetve mindenképpen a hagyományokra kívántam alapozni a festészetemet. Tehát úgy gondoltam, hogy a Magi Zoltán, Pál Nagyok, Káplár Miklós kitapott ösvényein tovább folytatom a munkámat, és akkor adódott ebből a elképzelésből az, hogy a pásztor paraszti életnek a jellegzetességeit vittem vászonra, azokat a körülményeket, amiben ezek az emberek dolgoztak. Szívesen fogalmazódott meg bennem az is, hogy a paraszti életnek milyen volt a múltja. Tehát ugye azt az őskorszakot, ahol még a izomerő nagymértékben igénybe volt véve, azt egy olyan hőskornak tekintem, amit érdemes a jövőre is hagyatékolni, meg hát talán példaképpen is bemutatni azoknak, akik jelenleg egy ilyen középkorban, és nem ismerve azt a korszakot, látogatják meg a galériát és azt, amit Vászonra vittem. A program további részében Járdán Bihari Ágnes esztéta a galéria történetéről, Takács László alkotói munkásságáról szólt, majd pedig Krausz Tünde és Szabó Péter a galéria beli élményeit osztotta meg a hallgatósággal. Szabó Péter kiemelte, rendíthetetlen akarattal és hittel fejleszthető az alkotói tevékenység egy nagyszerű mester Takács László irányítása mellett. Kiemelte, hogy az életében immár 10 éve jelent sokat, és ad minden egyes alkalommal újat a grafika és a festészet számára. Éppen 10 éve már ennek. A nagynéném hívta fel a figyelmem, hogy Laci bácsi él is létezik, és festményekkel teli van. Ez nekem rokon érdeklődési terület. Nagyon-nagyon szeretem, és egyszer csak kikötöttem itt. Mondom, megnézem, hogy miről van szó. Emlékszem, a legelső kép, egy Szűz Mária kép és egy Jézus Krisztust ábrázoló festmény, ami azóta is ott lóg a falomon. Egyszerűen, amikor ide belépek a műterembe, ez az illat olyan boldogsággal tölt el, hogy én ide megérkezem, hazaérkezem. A szívem, lelkem átjárja az a fajta alkotó munka, ami itt zajlik. Mert a figyelmes szemlélő nem csak képeket láthat, hanem bődületes mennyiségű munka van mögötte. És én, mivel ott van a önarcképem, én magam is festek, és megpróbáltam, és tudom, hogy még elkészül egy grafika. Kezembe veszem az ecsetet, eltelik 2 hét, mert ugye az emberben jó, ha megvan a belső igény, hogy nagyszerűt alkosson önmagához képest. És bizony 1-2 hétbe beletelik még egy festmény, olyanná válik, amilyenné számomra is elfogadható. Mert ugye a festő ember önmagához nem szigorú, ne várjon sikert, önmaga az első küzdőtér. Ha önmagá azt mondja, jó,
akkor ki lehet állítani. Na és essen szó a te alkotási tevékenységedről mi jellemzi, mióta, és miért is éreztél késztetést? Mindig is közel állt hozzád a rajz és egyáltalán az alkotó művészet? Onnan indulunk, hogy visszamegyünk 5-6 éves koromban. Édesanyámtól kaptam egy indiános kifestőkönyvet. Akkori gyermek létemhez mérten, filctollal színeztem, egy vonalat túlhúztam és félredobtam, mondván nem jó. Laci bácsit megismerve újra megpróbáltam. És addig-addig csináltam és győzködtem magam, hogy képes vagyok rá. Még nem sikerült. Ennek van most 7 év grafika, festészet 1 év. Tehát kitartó szorgalom, rendíthetetlen akarat, na meg hát tele vagyok festőrokonokkal. Tehát egy kis hozott hazanyanyag is van mögötte. Laci bácsi meg mindvégig az utamon elkísér, mint példa, mint segítő, mint szárny, mint örökkön-öröki biztató és rendkívül sok lehetőséggel segítő.